A Szekszárdi Vármegyeházán megrendezett esemény a Vosinszky Mór megyei múzeum és a Baka István alapítvány közös szervezésében zajlott. A megjelentek az író, a Kisfiú és a Vámpirok című kisregényét olvashatták, illetve hallgathatták teljes terjedelmében. A segédlevéltáros úgy érezte magát a szűk térben, mintha már is kriptában lenne zárva. Ehhez a kellemetlen érzéshez még hozzájárult a zárva folytogató levegője, amelyben a nyírkos pincefalak penészszagán kívül belekeveredett az egyelőre üres, de a régebbi raborinák és szépletek szagemlékét őrző hűtőbűze is. Ez egy A4-es lapokra kinyomtatva 45 oldal, tehát ahogy osztottunk, szoroztuk, tudtuk, hogy olyan 3 órányi lesz ez a happening, mondjuk így, ez a történés, amit tudjuk, hogy néhányakat elriasztott, de úgy éreztük, hogy ezzel tisztelgünk igazán Baka Istvánnak, Baka István emléke előtt. Úgyhogy a szervezés pedig úgy történt, hogy ne kelljen egyedül olvasnom ezt a művet végig, és ne csak engem kelljen hallgatni. Ugye nyitottá tettük az eseményt, tehát a kiírásban azt szerepelt, hogy bárki bejöhet, olvashat, de hogy tényleg ne az legyen, hogy a végén egyedül ülök itt, és engem kell hallgatni a hallgatóságnak. Ezért felkértem előre néhány barátomat, hogy akikről tudtam, hogy szívesen olvasnának velem együtt, hogy vegyenek részt ezen az eseményen, és együtt hozzuk ezt létre, ezt a mai délutánt, estét. Úgyhogy vállalkoztak is rá sokan, tehát tulajdonképpen felosztottuk a szöveget, úgyhogy mindenki hasonló mennyiségű részt kapott, és éppen zajlik ez az esemény, hamarosan a végéhez közeledünk, és valóban a körülbelül 3 órányi lesz, vagy egy kicsit több. A pandorok azonban már kitagolták a várvédelem fortéjait. Idejében el tudtak ugrani a becsapódó övedéket, és a szétkölcseni üvegszirámok ellen. Berkes Jelenőnak több parancsnok erőt csinálatot megint az ostrom első napján. Ingattan, belső szilárdságból tanúskodó arckifejléssel járták a védállások között, határozott szűkszavú parancsai erőt öltöttek embereibe, bizakodással, a végső győzelemben ötött hittel töltötték előket. Mindenki helyén volt, kivéve a Lukrécia asszony megmutatásával elfoglalt koncert és kapcsolat. A Baka István Alapítvány elnöke, Orbán György, nem tudott sajnos részt venni betegség miatt, de ő előre elkészítette hangfelvételként az ő részét, és ezt be tudtuk játszani, úgyhogy így végül is ő is jelen volt. Mint megtudtuk, a helyszínválasztás sem volt véletlen. Azért a Vármegyeháza egyébként, mert maga a kisregény cselekménye itt játszódik főként, illetve a temetőben, de ez a fő helyszín, és konkrétan ahol ülünk, és olvasunk, és illetve hallgatjuk ezt a művet, az a díszterem, amiben egy fő része a cselekménynek játszódik, úgyhogy ezért álmodtuk ide ezt a dolgot. Baka István ugye Szekszárdon született költő, író, szerkesztő, műfordító volt, aki aztán későbbiekben Szegeden alkotott, de nagyon fontos maradt itt a város emlékezetében az ő munkássága, és ő a szerepjáték költészet és a költői képalkotás megújítója volt, ezért nagyon-nagyon nagyra értékeljük itt Szekszárdon, és azt hiszem országosan is, és Szekszárdon ugye egy általános iskola is viseli a nevét. Többen is ültek a hallgatóságban, akik személyesen is ismerték a szerzőt. Számukra nagyon fontos volt a szigorú vírusvédelmi szabályok ellenére is, hogy részt tudjanak venni a rendezvényen.